Háromszor nyerte meg a UK Open Michael van Gerwen. Luke Humphries meg most már azért évek óta az a játékosok közé tartozik, akitől várjuk a nagy eredményt, a játékában bőven benne is van. A kérdés nagyjából annyi, hogy ez mikor fog megmutatkozni mondjuk egy major torna győzelemben. Lehet-e például ez a UK Open már azt szerinted, Medi? Előfordulhat természetesen, hogy most ez lesz az első major torna, amit megnyerhet, hiszen benn van még a versenyben, csak hát most le kell győznie Michael Smith után Michael van Gerwent is, azért ez is egy nagyon nagy feladat lesz. Hát a kezében azt tudjuk, hogy benne van. Van olyan címe, ami Michael van Gerwennek nincs, ugye itt ez az U23-as világbajnoki cím, de azért majd kíváncsian várom, hogy lesz a mérkőzésen. Annyira egyik játékos se láttam most átütőnek délután, de hát ez most este új mérkőzés. Sötét is van. Azért vannak befolyásoló tényezők, nincsenek hozzászokva, hogy ugye ebbe a terembe beszűnődik a fény, ugye egy ponyva tetővel rendelkezik. Közben 9-7 arányra vezet Rob Cross, és most fog kezdeni a 18. leget, tehát 9-7-re vezet, és ő kezd. Itt szépen lassan ki fog alakulni majd a legjobb 8 mezőnye. Michael van Gerwen nyerte a burradobást, így ő kezdi a mérkőzést egy 96-os körrel. Ugyanúgy 10 nyert legig megyünk, és ugyanúgy 5-nél, illetve 10-nél van szünet. Néhány percen belül most már ez lesz az egyetlen mérkőzés, ami zajlik majd. Úgyhogy tényleg itt a névsor az egyelőre úgy néz ki, hogy Martin Schindler, Dimitri Vandenberg, Adam Gavlas, Richie Burnett, Andrew Gilding, Nathan Espinal. Egyelőre 2 angolunk van. 1 német, 1 belga, 1 cseh, 1 velszi, 2 angol. Könnyen lehet, hogy lesz majd egy harmadik angol is. Illetve lesz majd egy harmadik angol is, lehet egy negyedik is, de lehet akár még 2 holland is. Hollandunk az egyelőre még nincs a legjobb 8 között. 137. Gyönyörű volt. 167-re. Jó, tripla 19. Az nem, tripla 20. Jó, 80 pontja marad. Tripla 19 kell most már. Nem láttuk egyiket sem, de ez egy 25-ös lett a vége. A tripla 19 meg volt. 20 dupla 20. El is süllyedt. Megdobja a tripla kezdését. Ugye még várjuk. 10-7-re nyert Rob Cross közben, úgyhogy tehát van még egy angolunk. Igen, ez most már így 3, és egyelőre Rob Cross az egyetlen világbajnok, aki ott van a legjobb 8 között. Van Gerwen lehet a másik. Tényleg olyan érdekes párosítások tudnak majd összejönni, hogy meglepetés egészen biztosan lesz a legjobb 4 között is. Ami ezek után nem lenne meglepetés, hogyha Rob Cross, Michael van Gerwen, Nathan Espinal és Dimitri Vandenberg lennének ott a legjobb 4-ben. Ez viszont a sorsolásnak is úgy kell alakulnia, tehát más kombináció nincs, mint hogy ők elkerülik egymást. Hát azt hiszem, hogyha Martin Schindler, ha Adam Gavlas, ha Richie Burnett, vagy Andrew Gilding bejut az elődöntőbe, az önmagában meglepetés, mint ahogyan szerintem már a 8 közé jutásuk is azért eléggé az. 55. 250-re. Onhan. 100 pont. 192-nál első pályáról Humphries. Onhan. 152. Onhan. 50 a maradék. Idén még nem játszottak egymás ellen, tavaly 7 mérkőzésük is volt. Hoppá! Még mindig 32. Nem dobja be! És 32, dupla 8, bedobja! Ebből a tavalyi 7 mérkőzésből 4-et nyert Van Gerwen, 3-at pedig Luke Humphries, úgyhogy kiegyenlített volt a mérleg.
Ők a tavaly előtti UK Openen játszottak egymás ellen, méghozzá az elődöntőben, akkor Luke Humphries legyőzte 11-5-re Fangerwent. 180! Elég komoly az indulás a hollandtól. 135? Fölé megy sajnos a negyedik, alá az ötödik, alá a hatodik. Száz. Lenézett egy pillanatra a 19-esre, aztán inkább váltott a 18-asra. Jó döntés volt, így marad a 170. Szép, sima 19-essel is kiszálló lett volna. Így 129 marad. Tripla 20 megvan. Meg még egyszer is a Bull! Ott a 170! Ha minden igaz, akkor az ötödik a UK Open-en idén. Ez nagyon-nagyon rosszul tud esni szerintem Humphreysnak. Gyönyörű kiszálló. Adam Gavlasnak volt, Chris Dobinak volt, Steve Beatonnek és Joe Cullennek is, most már Michael van Gervennek is. És kellett is a 170 első pályáról. Hát bizony. 60 a válasz a 140-re. No, 91. Nem vacakol különösebben Fangerwen itt a meccs elején, de most Humphries is jó. 130-ra jön le. Bevált 19-esre, ebből nem lesz kiszállóra kerekítés, 58. Fönnmarad. Uff. 76 marad. Szerencséje van Humphreysnak, hogy nagyon magasan van most Fangerwen. 146 a maradék. 76-ról Humphreys. Egy nyilva lesz a duplára, az viszont a dupla 20-ra. Fölé dobja be. Hát ha 170 után 146 jön hátsó pályáról, az baj lenne Humphreysnak. Fog tovább menni. Azt hittem, hogy... Azért lejön 8-ra. Na, csak kiszáll Humphries, megvan az első megnyert legje, 3-1. Ez akkor is gyors meccs lesz valószínűleg, hogyha elmennek mondjuk 19 legig, olyan tempóban dobnak. 180! Negyedik. Oh. 140 pont, teljesen együtt vannak, csak hát Fangerwen kezdett. Na. 81. Kiszállónak kiszálló, de Humphries jobb helyzetbe kerülhet, mondjuk egy 180-nal, 140. 153. A 16-ra jöhet le, de 56 a maradék. Na, 98 lehet. Tripla 10. Ó, de kár érte, 75 pontja van, tripla 17. 58 a maradék a 17-essel. Ez most nem volt, nem jött jól. Dupla 20. Dupla 10. Na tessék, ott van benne. 4-1-re vezet Michael van Gerwen. Humphreystól biztosan több kell majd. Van Gerwen meg most nem vacakolt semmit azzal, hogy megszokja a színpadot, meg a táblát. Egy villámrajtot vett. 4-1-re tehát a holland vezet. Születés utána innen folytatjuk. Pedig, hogy a 8-as ki lesz Michael van Gerwené vagy Luke Humphreysé, arról hivatott dönteni az elkövetkezendő néhány perc. Meglátjuk, hogy egészen pontosan mennyi. Egyelőre eléggé egyoldalú volt, mint ahogyan volt már sok egyoldalú mérkőzés a UK Open-en. Bizony. Jött is erre irányuló kérdés. Itt a 10-0-ákkal 11-0-a. Ugye
a rekordokat nézzük, akkor itt most az átlag rekordokkal kapcsolatosan fogok mondani nullára záródó mérkőzéseket. 2009-ben a legjobb 32 között, vagy 2010-ben a legjobb 32 között 180! A legjobb 32 között Phil Taylor 9-0-ra verte Kevin Paintert, és az azért volt érdekes, mert 118,66 százados átlagot dobott Phil Taylor. Ez ugye az első legnagyobb átlagú, sokáig ez volt a legnagyobb tévés átlag. Most itt a UK Open-en a mai napig ez. A második pedig 115,62 százados átlag. Azt negyed döntőben dobta 2009-ben Phil Taylor Mark Lawrence-nek, és 10-0-ra nyert. Egyébként a legnagyobb különbségű döntő az Adrian Lewis dobta. Terry Jenkins ellen 11-14. És ami még érdekesség, hogy eddig három nemzetnek a képviselői tudták csak megnyerni a UK Open. Fú, az meg egy 5-1 Fangerben 93-ról. És ez már olyan most, amit ismerünk, és sok jót nem jelent az ő szempontjából. Kicsit ez is olyan, mint ami Kalennél volt, hogy mosolyog, mert ez ma nem megy. Úgyhogy egyébként 100-as átlaga van Humphreysnak. Ami köszönhető annak is, hogy kevesebb szerér oda a duplához, meg az, hogy 71%-kal kiszállózik. Igen. Tehát a három azaz három darab nemzet képviselője tudta megnyerni eddig a UK Open-t, ugye angol, holland és skót. És ma bekövetkezhet holnap, hogy egy új nemzet lép. Jelöltek vannak bőven. Lehet cseh, lehet velszi, lehet német. És belga. És belga. Az új. Ez nagyon jó volt. Ez most tényleg nagyon jó volt. Jó volt. Bár nem hasonlított az Elton, de elhasonlított a Szerko. 100-as. Nagyon sima meccsnek tűnik. Ezt már mondtuk egy párszor ma. Aztán még se lett az. Ezt nem mondtuk, hogy sima. A simárat azt az Espinel-Kalem meccsre használtuk, a sima volt. A sima is volt, igen. 10-2 lett. Egyébként az eddigi 7 véget ért mérkőzésből 4-10-8-ra végződött. Volt egy 10-7, egy 10-3, meg egy 10-2. Tehát vagy nagyon szoros, vagy nagyon sima. Dupla 20. Nagyon sima lesz így. Ó, ez most nagy henger. 8-ból 6 a kiszállózás a Fangervennek. 170, 112, 6-1. Csak így mondom, hogy 103,25-ös átlaggal áll 6-1-re. Tehát Luke Humphreysnak van 103 fölötti átlaga. Csak folyamatosan növelni fogja ezzel. 180! Ez volt az első 180 egyébként Humphreysnak. De ez a baj, hogy dob egy 180-at, majd jön egy 42. Nagy, igen. És most ezt megint 17-es, ez jön 170-re lemegy. Itt van, ami dob még egy 170-es? Dob. Nagyon benne van a levegőben egyébként. De lehet, hogy nem. 12 maradna. Gyerünk Humphreys, mert kellene a jó meccs, ez az, hogy ez a legmeglegyen. Egy nyíl, dupla 20. Most mondjuk képzeld el, ha nyer Michael van Gerwen, jön a sorsolás, és össze fogják sorsolni mondjuk Rob Cross-szal. Igen. A legjobb 8 között. Tehát megint kiesik akkor egy biztos világbajnok. Na, 6-2. Nagyon kellett neki. Innentől kezdve viszont minden párosítás az valamilyen szempontból érdekes lesz, ez 100%. Igen. Ha nagyok kerülnek össze egymással, azért, hogyha mondjuk Richie Burnett-nek lesz meg az esélye arra, hogy kiejtsen még egy világbajnokot, azért Gavlas és Schindler szempontjából a helyzet hasonló. Érdemes lesz holnap délután is bekapcsolni a tévét. Vagy ki sem kell addig kapcsolni. 99.
95-ös. Oda néz. 171! 171! Nincsen most triplája Humphreysnek, így nincsen kiszálló sem. Ma nem ugyanúgy állnak. Ez viszont nagy különbség. 130, igen, 40-re. Fuh. 58 pont. Na első vagy második nyírra. Vagy harmadikra sem? Nem. Ez most három hiba volt, tehát most jelen pillanatban 11-6-tal áll. Lerontotta magát 55%-ra. Dupla 26-3-ért. De kár érte. 8 per 2-vel áll. Megvan az egyes, dupla 2. Dupla 2. A sincs. Én viszont akár 6-4 is lehet, de még 6-3 sincs. Most már van 6-3, Humphreys kezd. Annál sokkal jobban játszik Humphreys, mint hogy ilyeneket ne használjon. Így van. És nézzük, megcsinálja a bréket, és azon a 60-nal kezd, és azonnal jön rá a válasz. Százas, még most szerencséjébb, hogy nem két tripla jött, hanem csak egy. Tripla egy, sima 20-as. 83. Hey, 89. Az most jó első nyíl végre. Aztán fölé emeli a másodikat, az meg átmegy az ötösbe. 85. Nine, 93, 219 marad. Még lehet kiszállón Humphreys. Százas. Megint előbb lehet Michael van Gerwen kiszállón. Jó. 120. Na, 19-re fog kezdeni? Igen, még kellene kettő tripla. Akkor 40-e van, az meg dobja. 33. Ajjaj, ez viszont baj most Humphreysnak. Nem dobja be sem Fangerben. Amilyen jól kezdte a meccset kiszállózás szempontjából. 14-6. Annyira elfogytak a duplái. Dupla 10. Nincs benne. De, és ahelyett, hogy 6-4-jel ment volna el szünetre, mert 3-ommal. És ő fogja, és Michael van Gerwen fogja kezdeni a 11. leget. Úgyhogy egy brékkel fejezte be van Gerwen, látótávolságon belül lehetett volna Humphreys, így sem ment még el a meccs, de a szituáció az több mint necces az angolnak. Nagyon úgy tűnik, hogy majd a sorsolás előtt két részre oszthatjuk a mezőnyt. Azon négy játékosra, akinek a részvételét az elődöntőben azért a kalkulálható kategóriába soroltuk, illetve a négy másik játékost, akik meglepetésre vannak ott. Érzele a négy játékos közül valakiben, amit akár megnyeri a Juki Open? Tehát itt beszélünk Gildingről, Schindlerről, Burnettről és Gavlasról. Hát a legnagyobb esélye a négy játékosnak szerintem Schindlernek van. Ő, hogyha az egész tornán nyújtott átlagát, játékát nézzük, akkor ő volt az egyik legmeggyőzőbb. De hát 180! Az egy sorsolás függés nyilván a dolog. Természetes. 42. Ez nem lesz túlságos a hosszú életű meccs innentől kezdve, akkor sem, hogy ez 58. Egy darab 180-at dobott 10 leg alatt Luke Humphreys egyet. 58.
az meg tripla 20, az is tripla 20. 16-ra 145, 165-tel, bocsánat. Dupla 8. 8-3. Nem volt rossz jel, nem. És most már följött ezzel 50%-os kiszállózásra. Nem tud mit kezdeni most ezzel a játékkal. Humphries szerintem egy kicsit türelmesebb lett volna, akkor magával szembe, akkor sokkal jobban állna. 140 hátsó pályáról is. Látod, most már húzza a száját a nyilak után. És jön is a hiba, és most már kommentálja is. De ha meg nem kommentálná, valószínűleg akkor sem járna sokkal jobban, mert így dob Fangerben. Igen, csak mondjuk lehet, hogy nem 8-3 lenne, hanem 7-4. Megint szektorriba, minden egyes körében volt szektorriba, két hetes, meg egy ötös. Úgyhogy ő kezdte a leget. Az nagyon szép. 2-8. Csak a 103-ra visszaesett Luke Humphries. 180! Na hát ha. Így meg is lesz a lehetőség, hogy dobjon rá. Tripla 19, 16-ra megint Fangerve. 94. Az jó lehet, dupla 20. Dupla 10. Ott van benne. 84. Ez még ahhoz valószínűleg kevés, hogy éledezze Humphries. 180! És ez sem segített neki. Mármint Humphriesnak. 100. Az meg 134. Ez most nagyon magas szintű játék, 102 fölötti átlagon. Michael Fangerven 100-as. Itt a második nyíl után megint láthattuk, hogy húzza a száját. Valószínűleg azért Humphries, mert tökéletes az első nyíla, jól is áll. És ilyenkor azért az érzés benne szokott maradni, hogy tudja utána dobni, és ma egész egyszerűen ez nem működik nála. Nézzük meg most. Most ez ott lett volna, ez mondjuk lejjebb tolta a nyíl, 131. Ez nem rossz, csak 47 ponton van Fangerven. 32. 11 nyíl. Nem dobhatott rá a negyedik körre, Humphries. 9-4. Itt vannak az átlagok. 137 a szép. Majdnem 98 a pász kicsúszott. 58. Hogy reagálja le ezt most a holland váltása? Tripla 19, 2 és 134. Együtt. Még egy kell. Nincs. Lesz a kettő tripla Fangerbennek, mondjuk egy 139. Az már nem lesz. Nem, 139. 133. Az nem kiszálló. Százas, 104. Két tripla kellett volna. Fangerennek is. Az a kettő meg is van. 16-os. 40-re adja magát. Jó játszik. Jó. Egész jó. Nagyon jó. 16. Nem dobja be. Három meccs nyíl. Ennyien lehet, hogy ez volt az utolsó eldobott nyíl a Humphriesnek ezen a UK Open első biztos. 10-4-re nyer Michael Fangerben. Ellentmondás nem tűrő játékkal. Úgyhogy kialakult a legjobb 8 mezőnye. Ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan sorsolás lesz, nem is kell nagyon sokat vacakolni. Tartunk még egy villámgyors szünetet, és utána jövünk ki ezzel a bizonyos sorsolással.